minden napok részévé vált ma már az, hogy milyen állapotok vannak Franciaországban, hol robbantanak, hol van késelés, milyen a közbiztonság. Sajnos idáig jutott az Európai Unió, idáig jutott az európai társadalom, hogy egy folyamatos küzdelem van. Jó néhány országban rendkívüli állapotok vannak egyébként. Tehát a hadsereg ott van az utcákon, Brüsszelben páncélozott harcjárműveket lehet látni, pedig ezek valamikor kedélyes városok voltak a turisták kedvelt célpontjai. Most, ha valaki oda utazik, akkor előtte úgy számot vett magával, hogy biztos, hogy nekem oda kell mennem. Hát ezt a helyzetet kell nekünk elkerülni. Ezért is fontos, hogy valamennyien lássuk azt, hogy mi történik, mire kell majd fölkészülnünk, és mit kell tennünk azért, hogy Magyarország továbbra is élhető, biztonságos ország legyen, a mi szülőhazánk legyen egy olyan állam, amelyre büszkék vagyunk. Büszkék lehetünk. Miniszterelnök úr mondta itt van az első dián, hogy nem akarunk bevándorló ország lenni, ehhez jogunk van. Kérem is, hogyha valaki azon az állásponton van, hogy bevándorló ország legyen Magyarország, az jelezze akár a kérdéseknél, akár már itt az elején, mert szerintem az egy fontos dolog, hogy szögezzük, hogy Magyarország az a magyarok országa, a magyarok, a velünk együtt élő nemzetiségek országa, és ez már így van 1100 év óta. És most a soros terv alapján évente 1 millió bevándorlót akarnak betelepíteni ebbe az európai régióba, akik közül nekünk is jutna 1000, 10000, 100000. Itt csak időkérdés, hiszen egy ilyen folyamat megállíthatatlannak látszik. És hogyha ez megállíthatatlan, akkor visszafordíthatatlan is egyben, és ha Magyarország ennek a áldozata lesz, akkor a magyar kultúra, a magyar nép visszafordíthatatlanul átalakul, megváltozik, nem lehet majd ráismerni. Célunk tehát az, hogy legyen egy akarategyezés, egy összefogás ebben a fontos kérdésben.